Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, szinusztéterről lesz most szó. Nagyon-nagyon egyszerű kis dologról van szó, egyáltalán nem olyan ijesztő, mint amilyennek úgymond a neve tűnik. Nézzük meg, hogy miről van szó, hogyha szinusztétert használunk. Ugye fontos azt tudni, hogy a szinusztétel és a koszinusztétel az nem csak derékszögű háromszögben, hanem általános háromszögben működik, tehát semmilyen specialitása nem kell, hogy legyen egy háromszögnek, akármilyen háromszögben használhatjuk. Szinusztétel definíciója, tehát csak annyit mond ki a szinusztétel, hogy két oldal aránya megegyezik a velük szemközti szögek szinuszának arányával. Én most ide csak egy példát írtam fel, de ezt akármelyik oldal is szög között fel lehetne írni. Rajzoljuk be, hogy igazából miről is van szó. Tehát, ha én két oldal arányát veszem, az megegyezik a velük szemközti szögek szinuszának arányával. Ugye az arány az azt jelenti, hogy elosztjuk egymással őket. Tehát az A oldal például úgy aránylik a B-hez, ahogyan az A-val szemközti szög szinusza, tehát a szinusz alfa aránylik a B-vel szemközti szög szinuszához, tehát a szinusz bétához. Ezt látjátok itt, hogy A úgy aránylik B-hez, ahogyan szinusz alfa aránylik a szinusz bétához. Vigyázzatok, hogy nem ahogy a szögek aránylanak egymáshoz, hanem a szögek szinusza. Természetesen ugyanígy felírattam volna bármelyik másikra, tehát mondhattam volna azt, hogy az A per C, az meg egyenlő mondjuk a szinusz alfa per szinusz gamma. Csak mindig az a fontos, hogy azt a szöget nézzétek, ami szemben van azzal az oldallal, amivel felírjátok a szinusztételt. Jó, mikor használjuk, ugye, írtam ide egy ilyen sávot, akkor használjuk, hogyha oldalt és velük szemközti szögeket ismerünk, tehát ugye nyilvánvalóan ahhoz, hogy fel tudjuk írni a szinusztételt, ahhoz olyan oldalakat és olyan szögeket kell ismernünk, amivel a szemközti oldalt vagy szöget is ismerjük. A lényeg az, hogy ugye egy ilyen képletben négy ismeretlen lehet, ugye van A, van B, van szinusz A, van szinusz beta, értelemszerűen hármat ismernünk kell ahhoz, hogy a negyediket kiszámoljuk, tehát hogyha egy véletlenszerű feladatot kaptok, akkor nyilván úgy kell ezt felírnotok, hogy elegendő információt tudjatok, tehát a négyből legalább hármat tudni kell. Nézzünk egy példát rá. És igazából én csak ezt az egy példát szeretném megmutatni, utána vagy lesz egy olyan rész, vagy egy olyan feladat megoldás, amikor a szinuszt és a koszinusztételt egyszerre fogjuk használni, az szerintem hasznosabb lesz, mert igazából ott látjátok majd, hogy pontosan hogy kell számolni, de egy példát nézzünk meg, hogy hogyan kell felírni a szinusztételt. Ugye megvan adva A, megvan adva B, meg megvan adva alfa, én ezeket most beírkálom a ábrába, hogy lássuk egy picit jobban, ugye a oldal volt a 4,2 cm, a B oldal az a 3,7 cm, és az alfa szög volt az 54 fok. Ugye ismerjük az A-t, a vele szemben lévő alfát, illetve a B-t, ki tudjuk számolni ezek szerint a B-vel szemközti szöget, tehát a B-tát. Hogyan tudjuk felírni a szinusztételt? A úgy aránylik B-hez, ahogyan a szinusz alfa aránylik a szinusz bétához. Ezt még nem számoltam ki, itt van egy számológép, mindjárt együtt számoljuk, akkor, hogyha nem probléma nektek. És ugye, ilyenkor szoktam azt javasolni, van, aki szereti, van, aki nem, hogy pipáljuk ki a képleten belül azt, amit ismerünk, ismerjük az A-t, ismerjük a B-t, ismerjük az alfát, tehát ugye a szinusz bétát kell kiszámolnunk. Tehát én úgy szeretném rendezni ezt az egyenletet, hogy ez a szinusz béta legyen majd ugye önmagában. Hát ez egy pici feladat, ezt tudni kell, hogy hogyan csináljuk. Nézzük meg, írkáljuk be, hogy mit tudunk. Ugye 4,2 osztva a 3,7-tel egyenlő a szinusz 54 fok a szinusz bétával. Amit tudunk, azt nyugodtan kiszámolhatjuk. Ugye 4,2 osztva 3,7-tel az 1,135 nagyjából. Illetve a szinusz 54-et is ki tudjuk számolni. Tudom, úgy is lehet, hogy kifejezzük a szinusz bétát az egyenletből, a képletből, de általában azt látom mindenki, hogy inkább szeretik egyből a számokat látni, nem a szinuszos vagy koszinuszos tangenses tagokat cipelni az egyenleten belül. Tehát ugye ide ez kerül, és itt pedig marad a szinusz béta. Kérdés az, hogy a szinusz bétát ugye hogyan tudjuk megkapni, hogyan kell ezt rendezni. Ugye a szinusz bétával először felszorzunk, akkor ott egy 1,135-ször szinusz béta lesz, és utána én ezt az 1,135-öt pedig ide
leosztom, tehát oda kerül a színusz béta helyére, és akkor ugye azt kapjuk, hogy a színusz béta az egyenlő 0,809 per 1,135, nézzük ez mennyi, 1,0809 osztva 1,135-tel, az 0,7128. Ilyenkor célszerű 4 tizedes jegyre kerekíteni, mert ezek elég érzékenyen működnek. És itt van az, hogyha a színusz értékét ismerjük, és mi a szögre vagyunk kíváncsiak, akkor ugye van ez a shift színusz, tehát színusz mínusz egyediken, azt kell beírni a számológépbe, és akkor megkapjuk a szöget. Nézzük is meg, hogy ez hogyan fog kinézni. 0,72 mármint 7,1,2,8 45,46 fok lett a béta, ez reálisnak tűnik. Ugye itt annyit kell még tudni, hogy ugye nem csak egy szög van, aminek ez a 0,7128 a színusza, de ugye mivel az A oldal az nagyobb volt, mint a B, ezért ugye csak egy megoldásunk lesz. Én most ezekben az elméleti dolgokban nem igazán megyek bele, meg egyébként itt ugye tovább tudnánk számolni a C oldalt, vagy ugye a gammát, de csak egy példát szerettem volna mutatni, hogy hogyan kell felírni egy színusztétát. Azt gondolom, hogy ezt az egyenletet rendezni ügyesen, és hibátlanul kiszámolni, az nehezebb, mint magát a színusztétát felírni. Ettől függetlenül ezt érdemes tudni. Hogyha esetleg érdekel titeket további feladat megoldás, akkor nézzétek majd meg azt a részt, ahol színuszt és koszínuszt tétát is használunk egy feladaton belül.